Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Az Úr legyen veletek! Krisztusban, kedves testvérek, szeretettel köszöntelek benneteket, önöket. December 17-e van, imár nagyon közel járunk az Úr érkezéséhez. A mai napnak a mottója, a Rómaiakhoz írt levél egyik részletéből: legyetek egyetértők egymás között. Tekintsünk önmagunkba, hogyan építettük az egyetértést, vagy hogyan nem építettük. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta szívvel tudjuk ünnepelni az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel
és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre. Amen. Teremtő és megváltó Istenünk, akinek akaratából a szűzanya méhében testet öltött az örök ige, méltasd figyelemre kérésünket, engedd, hogy egyszülött fiad, aki emberi életünket vállalta, adjon részt nekünk isteni életéből, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Mózes első könyvéből. Halálos ágyán Jákob így szólt fiaihoz. Gyűjjetek körén, fiaim, és halljátok a választott népről jövendől, atyátok. Júda, téged dicsérnek majd testvéreid, kezed ellenségeid nyakán lesz. Atyád fiai meghajolnak előtted. Júda, fiatal oroszlán, zsákmánytól kelsz fel, fiam. Aztán elnyújtózkodol, és úgy fekszel ott, mint egy oroszlán, mint egy anya oroszlán. Ki merészelni ezt háborgatni? Nem vétetik el a fejedelmi pálca Júdától, sem a vezéri bot az ő kezéből, még el nem jön az eljövendő, akinek a népek engedelmeskedni fognak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Áldja délekem az Urat,
legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Jézus Krisztusnak, Dávid és Ábrahám fiának családfája. Ábrahámnak Izsák volt a fia, Izsáknak Jákob, Jákobnak Júda és testvérei. Júdának Fáresz és Zára Támártól, Fáresznek Eszrom, Eszromnak Árám, Árámnak Aminadáb, Aminadábnak Nászon, Nászonnak Szalmon, Szalmonnak Boász Roháptól, Boásznak Jobéd Rúttól, Jobédnak Izáj, Izájnak pedig Dávid király. Dávidnak Salamon volt a fia Uriás feleségétől. Salamonnak Roboám, Roboámnak Abia, Abiának Ászáf, Ászáfnak Jozafát, Jozafátnak Jórám, Jórámnak Oziás, Oziásnak Joatám, Joatámnak Aház, Aháznak Ezekiás, Ezekiásnak Manesszesz, Manesszesznek Ámosz, Ámosznak Józiás, Józiásnak pedig Jekoniás és testvérei a babiloni fogság idején. A babiloni fogság után Jekoniásnak Szalátiel volt a fia, Szalátielnek Zorobábel, Zorobábelnek Abiud, Abiudnak Eliakim, Eliakimnak Ázor, Ázornak Szádok, Szádoknak Áhim, Áhimnak Éliud, Éliudnak Eleazár, Eleazárnak Mattán, Mattánnak Jákob, Jákobnak pedig József. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságig 14 nemzedék, és a babiloni fogságtól Krisztusig is 14 nemzedék. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, Jézusnak a Máté szerinti családfája mellől átlépünk a mai témánkhoz. Legyetek egyetértők egymás között. A rómaiakhoz írt levélből van ez a rész. Ugyanaz a Pál apostol a Filippiekhez írt levél második fejezetének a második versében is hasonlóan buzdít. Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértők vagytok, ugyanazon szeretet van bennetek, és együtt érezve ugyanarra törekedtek. A 133. Zsoltár is arról beszél, hogy milyen jó és milyen kedves az Úr előtt, amikor a testvérek egyetértésben élnek. Mit is jelent az egyetértés? Mit von magával, vagy mi kell hozzá? Ehhez kapcsolódóan három dolgot szeretnék kiemelni. Valószínűleg nem a teljesség igényével. De az első dolog az a közös nyelv. Ugye a bábeli zűrzavar eszünkbe juthat, amikor az emberek valami közöset akartak alkotni, de Isten ellenében, és akkor Isten összezavarta a nyelvüket. Most nem arról van szó itt, hogy ez pontosan így történt, ezt nem tudjuk, hogy honnan erednek a nyelvek, de a lényeg az, hogy különböző módokon fejezzük ki önmagunkat. Erre lehet példa, hogy az öt szeretett nyelv, aztán mindannyiunknak más a karaktere és személyiségjegye, és ennek ebből kifolyólag más az, amit mi értünk, és ahogyan mi kifejezzük magunkat, és azt gondoljuk, hogy a másik is érti, és világos számára. Így az egyetértés felé, a közös nyelv elérésével
tudunk haladni, törekedni arra, hogy a másikat megértsem. Hallgatás, odafigyelés, kérdezés, hogyha valamit nem értek, érdeklődés a másik felől. Hogyan vannak ezek jelen az életemben? Mennyire tudok tényleg odafigyelni a másikra? Sokszor előfordul az velünk, hogy valamit mond a másik, de hát én már gyakorlatilag a saját mondandómra figyelek, én már csak azt várom, hogy mikor kerülök én is sorra, és mikor mondhatom én el azt, amit én szeretnék mondani. Vagy lehet, hogy a saját félelmeim azok, amik igazából megadják, hogy én hogyan gondolom, amit a másik mond. Vagy lehet, hogy a saját vágyaimat látom bele a másik mondandójába. Akár lehet a haragom is. És ezek fényében tekintsünk az egyetértésre. Az egyetértés azt jelenti, hogy valamiféle közös nyelv felé törekszünk, megérteni egymást. És itt átlépünk lassan egy másik közös dologba. Manapság ugyanazon szavak alatt gyakran nagyon különböző valóságokat értünk. És ez megnehezíti a kommunikációt. Elbeszélünk egymás mellett. Egy példa, amiben nyilván nem mennék bele, egy példa erre, hogy ki mit ért a szabadság alatt. Ha kimegyünk az utcára, akkor eléggé különböző vélemények vannak. Hogy mit értek egy szó alatt, az gyakorlatilag az én értékelésemet is kifejezi. Az egyetértésnek a másik pontja, vagy másik kulcsa az értékek, a közös értékek. Az egyetértésnek a feltétele, hogy egyet értsünk, hogy egy szó alatt, vagy egy dolog alatt ugyanazt értsük. Úgy tűnik ez, mintha ismételném a szót, de érezzük, hogy sokszor teljesen más értékrend szerint éljük bizonyos emberekhez viszonyítva az életünket. És az a kérdés akkor, hogy mi számomra az érték? Nyilván, hogy ha a fizikai erő az érték, akkor ahhoz fogom magamat mérni, hogyha a kapcsolataim az érték számomra, akkor abban fogom magamat értékelni, és abban fogom magamat mérni. Hogyha a pénz az érték számomra, akkor aszerint fogom magamat mérni. Az egyetértés azt jelenti, hogy közös értékeink vannak, és ugyanazon értékekhez állunk oda, és akkor azok alapján mérjük le magunkat, hogy akkor most hány centi vagyok, vagy hogy milyen erős vagyok, vagy hogy mennyi pénzem van, vagy, és itt vagyunk a rorátén, vagy hogy milyen kapcsolatban vagyok Istennel. És keresztény emberként ez a mérték, Jézusnak az élete, Jézus Krisztus, természetesen ez közhelynek hangzik, de Jézus maga állítja önmagát elénk értékként és mértékként. Azt mondja, hogy tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Vagy azt mondja, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Senkinek nincs nagyobb szeretete annál, mint aki életét adja a barátaiért. Itt azt a kérdést tehetjük föl, hogy én kihez, mihez mérem magamat. Ki, mi a példaképem? Illetve miben mérem egyáltalán magamat? Péter apostol az egyik alkalommal Jézust félrevonta, mikor Jézus az ő szenvedéséről beszélt. Ez jóval később volt, nem annyira adventi téma, de akkor Jézus őt nagyon leszitta. És ott is ugyanaz a szó van, mint amit Pál apostol használ, hogy legyetek egyetértők, tehát törekedjetek egymás felé. És azt mondja Jézus Péternek, hogy te a földi dolgokban jársz, te az emberi dolgok felé törekszel. Tehát
én megyek egy irányba, és te meg mész egy másik irányba, Péter. A harmadik dolog, ami az egyetértést tudja segíteni, vagy az egyetértésnek a magva, az, hogy közös a célunk. Mindannyian egy irányba haladunk. Hogyha megvan a közös nyelvünk, megértjük egymást, és megvannak a közös értékeink, amihez mérjük önmagunkat, akkor ebből az is jön, hogy ugyanabba az irányba haladunk. Ez a szó, amit itt Pál apostol használ, ez jelenti egyrészt a gondolkodást, másrészt meg a törekvést. Gondolkodom, mit értek egy szó alatt. És ebből jön az, hogy akkor én mifelé fogok törekedni, hogy merre haladok. Jézus mutatja ezt az utat. Halad, és arra hív bennünket, hogy keresztényként tartozzunk össze, legyünk egyetértők, és rendeljük hozzá magunkat. Rendeljük hozzá magunkat a végső célunkhoz, ahhoz, hogy majd oda jutunk a vele való örök kapcsolatba. Az egyetértés itt tehát azt jelenti, hogy alárendelem magamat ennek a célnak. Hogy ahhoz mérem magamat, hogy én hol tartok. Föl akarok menni Pestre, akkor azt számolom, hogy hány kilométer van még vissza, hogy hol tartok éppen. Most, hogyha el akarok jutni az Istennel való teljes közösségre a földi életem után, akkor ehhez mérem magamat. És akkor már is nem az van, hogy egymással szemben állunk, és akadályozzuk egymást az úton, mert útban vagy nekem, hanem az van, hogy egy irányba haladunk. Azt mondja Pál apostol szintén az Efezusiakhoz írt levél 6. fejezet 12-es versében, hogy nem test és lélek ellen küzdünk. Nem földi hatalmasságok ellen küzdünk. Tehát nem egymásnak vagyunk az akadályai, és ne így tekintsünk alapvetően egymásra, hanem egy közös cél felé törekedjünk. Az apostol itt a Rómaiakhoz írt levélnek ebben a részében, amit idézünk és veszünk napról napra, itt a testről beszél, az egyházról, mint Krisztus titokzatos testéről. És ebben a nagy egészben vagyunk benne. Amikor a testünkben a sejtek egymás ellen fordulnak, azt úgy mondjuk, hogy rák, az megöli a testet. És ugyanígy, hogyha mi egymás ellen fordulunk, akik összetartozunk, akkor az is egyfajta rák. Jézus arra hív bennünket Pál apostol szavain keresztül, hogy legyünk egyetértők egymás között. Törekedjünk a közös nyelvre, törekedjünk a közös értékekre, legyen a mércénk Jézus, és vizsgáljuk meg, hogy hol van a célunk. Irányítsuk egy pontba a célunkat, és oda fussunk, ebben versenyezzünk egymással, és ne egymással szembe fussunk és álljunk. Legyetek egyetértők egymás között. Amen. Testvéreim, az ószövetségi választott nép vágyakozó reménységével készüljünk Jézus születésére, és kérjük bizalommal mennyei atyánkat. Add Urunk, hogy mi is a szűzanya bizalmával hagyatkozzunk a te gondviselésedre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Erősítsd meg bennünk a reménységet, hogy mindig elnyerjük a szent ígéretei teljességét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy a krisztusi küldetésünkben álljon mellettünk szűzanyánk jó tanácsának anyja. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy alázatosan fogadjuk isteni gondviselésed rendeléseit. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add Urunk, hogy hívő lélekkel várjuk szent fiad második eljövetelét is.
kérünk téged, hallgass meg minket. Halottainknak pedig minden buzgolkodásáért add bőséges jutalmadat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, te azt akarod, hogy híveid szívvel, lélekkel törekedjenek az üdvösségre. Add, hogy mindig ragaszkodjunk hozzád, és elnyerjük az örök életet. Amen. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezemből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Szenteld meg, Istenünk, egyházad adományait, és engedd, hogy e szent áldozat által a mennyei kenyér erőt adjon nekünk az új életre, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Őt előre hirdette a próféták szózata, és kimondhatatlan szeretettel hordozta a szűzanya. Az ő közelettét jelezte keresztelő János, majd bizonyságot tett arról, hogy már hozzánk érkezett. Ő megadja nekünk, hogy születésének ünnepét örvendezve várjuk, és így imádságban virrasztva, dicséretében újongva találjon minket. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, a te dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Isten.
Valóban, szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér, értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk fel támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel, László kinevezett püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett, ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség. Békesség. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste. Mégségben megtart hitem,
nagy nevet hívom én. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök létre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Hogy benned teljesen megbízza, a vízem bátran veled járja, hogy bárhová hívsz, menj el. Vigyél tovább, mint ha lábam tudna menni, taníts teljes hittel járni, jelenlétedbe élni. Nagy nevet hívom én, s felnézek a vizek fölé, ott látlak én, a lelkem benned megpihált, enyém vagy, és én tiéd.
félj, az Úr jön már. Várj és ne félj, ő szívvel vár. Várj és ne félj, az Úr jön már. Várj és ne félj, ő szívvel vár. Könyörögjünk. Mennyei ajándékaiddal betelve kérünk, mindenható Istenünk, töltsön el minket a vágy, hogy szent lelked által lángra gyúlva, mint tiszta fény, úgy ragyogjunk az eljövendő Krisztus előtt, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Ezúton köszönöm a Nagy Lajos Gimnázium diákjainak és tanárainak a zenei szolgálatot, a fokozott jelenlétet itt ezen a Szent Misén, amelyet iskolánkért ajánlottam föl, és hálás vagyok mindannyiunknak a jelenlétért. Egy nagy egésznek, az egyháznak a tagjai vagyunk mindannyian. Közös legyen a nyelvünk, közösek legyenek az értékeink, és közös cél felé törekszünk, ami rajtunk kívül, személyeinken kívül van, Jézus Krisztus, az örök élet. Fogadjuk Jóisten áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, aki Atya és Fiú és Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Gyermekét ébren őrzi, akitől nincsen félő a szó. Mária, játszol van mi? Oh,
sötét az ég.